A mazsihész üdülője Balatonfüreden, a Liszt Ferenc utcában található, amely most egy részleges felújításon esett keresztül. Teljesen megújult a belső tér, új konyha lett kialakítva, illetve a tető is lecserélésre került. Ez az épület 1931-ben épült, zsidó tanító egyletnek volt az üdülője, ami biztosította az év közben elfáradt tanítóknak a nyári pihenését. Akkor Balatonfüreden nagy zsidó közösség volt, és a megnyitó alkalmával a zsidó közösség, a Balatonfüredi Zsidó Hitközség üdvözölte ennek az épületnek a létrejöttét. Ez az épület folyamatosan üzemelt, és fogadta előbb a tanáregyletnek a tagjait, majd később minden nyaralni vágyót szívesen fogadtak. Ez a szocializmus ideje alatt is üzemelt, mint egyetlen kóser konyhával rendelkező üdülő volt itt Balaton felvidéken, vagy az északi parton. Az elmúlt 3 évben zárva voltunk, sajnos a Covid miatt nem tudtunk megnyitni, illetve az épületre összegyűlt olyan felújítási forrás, amely jelentékeny javítást tudott az épület állagán, illetve a berendezésein létrehozni, illetve kialakítani, és ezért az elmúlt fél évben az épület megújult. Új bútorzat, amit már említettem, tehát minden szoba 2 ágyas kialakítást kapott. A nagyobb szobákban lehetőség van arra, hogy 3. ágyat is be tudjunk állítani. Ez pótágyas, illetve családi szobák kerültek kialakításra, ahol kisgyerekeket is tudunk fogadni. Vannak kis mobil gyerekágyaink, etetőszékünk van, és játszósarok kerül kialakításra. A kert az adja magát, akár sportolni, tollasozni, szaladgálni, vagy csak a nagy fák árnyékában pihenni, beszélgetni, abszolút rendelkezésre áll, és fantasztikusan néz ki. Étterem felett van egy napozóterasz, ahol szintén vannak napágyak, nyugágyak, asztalok, székek, napernyők, úgyhogy minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy aki ide eljön, az teljes kikapcsolódjon és jól érezze magát. Ami még fontos, az, hogy mindezen szolgáltatásokat a mazsihész támogat, tehát jelképes összegekért, jelképes áron lehet a zsidó hitközség tagjainak igénybe venni ezt az épületet. A hitközség szociális osztályán van a jelentkezés, és ők bonyolítják az épületnek a feltöltését, üdülőkkel való feltöltését. Hagyományosan, ugye ez az ortodox hitközségnek volt az épülete, a tanító egylet az egy ortodox szervezet volt, és kialakításra került a szuterénben egy imaterem, ami szintén a működés kezdete óta az imádkozni vágyó hittestvérek rendelkezésére állt. Jelenleg is ez az imaterem megújult, teljesen fel lett a belseje újítva, új bútorzat lett elhelyezve, és az új bútorok mellett a hagyományosan megmaradt tóraszekrény és bima egy nagyon-nagyon harmonikus egységet alkot, és mindenkit szeretettel vár, nem csak az üdülő, hanem ha valaki egy péntek estére itt szeretne imádkozni, akkor szeretettel várjuk, illetve bármikor be tud hozzánk jönni. Ez az üdülő az én életemnek meghatározó része. A gyerekkoromat gyakorlatilag itt töltöttem. A apám, aki ugye holokauszt túlélő volt, Mathausenból tért vissza, elvesztve az egész családját,
meg az anyám, aki meg Auschwitzból tért vissza, és elveszítve az egész családját, az életüket úgy kezdték újra, hogy ugye, meg az öcsém megszülettünk 49-ben, meg 53-ban, és aztán az apám ennek az üdülőnek szerintem 40 évig a gondnoka volt. Úgyhogy átélte a különböző miók változásokat, személyi változásokat, de nekem a gyerekkorom itt telt, és hát rengeteg pozitív élmény kapcsolódik hozzá. Répa elfelejtette nekem megmondani, hogy mennyit beszéljek, úgyhogy maradok a 3 percnél, de 3 órát is tudnék ezekről a szobákról, meg a toronyszobáról, meg a Eszterházi strandon a fűzfa körül gyülekező zsidó fiatalokról, azokról a családokról, akik ugye, akik kóser tartottak, csak ide tudtak jönni nyaralni, a mostani és az egyel idősebb rabi generáció, neológ rabi generáció mindegyikével a strandon rúgtuk a labdát, és hát rengeteg csodálatos élmény kapcsolódik ehhez az épülethez. A őszi ünnepekig volt általában nyitva. Ezek a gesztenyefák például, ezekre emlékszem, hogy amikor Jan Kiperkor ki kellett jönnünk, Maszkirkor például a öcsémmel, akkor így gyűjtöttük a lehullott gesztenyéket. Szóval, hogy mondjam, rendkívüli módon meg vagyok hatva, hogy ez a pillanat elérkezett. Remélem, hogy mindenki nagyon jól fogja itt magát érezni, és hát hadd erősítsem meg a meghívást, hogy tulajdonképpen a polgármester úrnak a iniciatívájára végül is létrejött Balatonfüreden a Zsidó Kiválóságok Háza, a régi ortodox zsinagóga és a mellé épült kiállító épület révén, és ott egy világviszonylatban is sok tekintetben egyedülálló kiállítás 3-as tekinthető meg. Szeretettel látok mindenkit ott. Zsidók és csúcstechnika Einsteintől napjainkig, 140 többségében Nobel-díjas zsidószármazású tudóst, zsidók és művészetek Chagalltól Spielbergig, 140 művészt, és zsidók és sport, 120 zsidószármazású sportolót mutatunk be. Úgyhogy mindenkinek jó étvágyat kívánok, gondolom a étel streng kóser és kiváló minőségű. Műsoron kívül vállaltam, hogy azt, amit a Feri megspórolt időbe szokásával ellentétesen rövidebb volt, ezt most ezzel a kiegészítéssel, amit én fontosnak tartok, akkor kitöltöm. Ugye ez az ingatlan, akik itt voltak korábban, és eléggé sokan voltak itt körülnézve, ez szörnyű állapotban volt. Tehát olyan lepusztult állapotban, hogy úgy döntött a Mazsisznek a vezetősége, hogy bezárja. És próbálkoztunk mindennel, bővítési elképzeléseink is voltak, ahhoz meg csak az hiányzott, hogy a szükséges forrás rendelkezésre álljon. Nyilván saját bevételeink erre nem gyújtottak fedezetet. Viszont az elmúlt év jól sikerült turisztikai szempontból, ez a Dohány utcai turizmusra vonatkozik, és azért kértem szót, hogy itt megemlítsem, hogy Róna doktor, aki ennek a csapatnak a vezetője, és mondjuk azt, hogy neki tartozunk köszönettel, olyan szép eredményt produkált, mindenféle a világban előfordult bajok ellenére, hogy, és akkor még mindegy, egy kiegészítő mondat kell, hogy nagyon nagy nyomás volt rajtunk, hogy akkor
akkor csináljunk már itt valamit, mert ez nagyon hiányzik, főleg azoknak, akik még abban az időben jártak ide, amikor elfogadható állapotban volt az ingatlan. Na és akkor a Mazsisz vezetősége úgy döntött, hogy abból a többletpénzből, amit a turisztika hozott Mazsisz számára, abból nyilván azon a Kft-n keresztül, amelynek kiváló vezetőjéről szintén nem esett szó, ez a Répás Péter, mind a kettőjüknek külön akkor köszönet. Átadtuk a forrásokat, és akkor jön még egy a köszönet, ami feltétlenül el kell, hogy ezen a 2 percen vagy 3 percen belül elhangozik, hogy találtunk egy olyan kivitelezőt, akivel már régóta kapcsolatban vagyunk, de ilyen bensőséges kapcsolatot nem tudtunk kialakítani, amiben meg tudtuk őt bízni, hogy 2 hónap alatt hozza ilyen állapotba. Ha most valaki, vagy mindnyájan körülnézünk, vagy már meg is tettük többen, azért látszik, hogy még marad feladat. Ennek 2 oka van, az egyik a 2 hónap, ennyit lehetett ennyi idő alatt véghez vinni, a másik pedig, hogy az a pénz, amit erre rendelkezésre bocsátott a Mazsisz, ez a pénz ennyire tellett. De én azt gondolom, hogy akik ide fognak jönni, holnaptól kezdve folyamatosan, ők nagyon jól fogják magukat érezni, ismét úgy, ahogy régen, és olyan feltételekkel, amilyen feltételekkel ma a Balaton mellett, legfőképpen Füreden sehol nem lehet megszállni, sőt még az a pénz, amit itt fizetni kell, még az étkezés költségeit se fedezi. Hogy ezt most tudjuk-e tartani majd a következő évben, években, ezt nem ígérem, de ahogy én volt nekem egy majdnem 10 évem a pénzügyminiszterem árfolyam főosztályán, akkor úgy hívták, hogy behatoló ár. Tehát mi meg akarjuk nyerni azokat a Mazsisz intézményeknél és a Mazsisznél és a Bézsiánál dolgozókat, hogy jöjjenek ide szívesen, jöjjenek és érezzék itt jól magukat. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött, és ha visszatértek a programhoz, akkor majd a Répás úr átveszi a szót. Köszönöm! Az egy dolog, hogy a Mazsisz forrást bocsájtott a rendelkezésre, és ezt a forrást igyekeztünk a legjobb módon felhasználni, de azért meg kell említenünk, amit a Péter is mondott, hogy nagyon lelkiismeretes csapattal dolgoztunk együtt. A Gyorsok úrék mindenben partnereink voltak, a munkatársai szerintem átérezve ennek a helynek talán kisugárzását. Tehát egy nagyon jó hangulatú felújításban vettünk részt, és mindenki egymás segítségére volt. És azért meg kell említeni a mi munkatársaink közül a szociális osztályunkat, akik mindenben a segítségünkre voltak. A végén kezdem a mostani nyaralóknak az összegyűjtését, koordinálását, óhaj-sóhajoknak a begyűjtését, amit igyekszünk teljesíteni. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg egy kerek egésznek a végére értünk, és nyugodt lelkiismerettel bocsájthatjuk útjára ezt a szezont. És képzeljétek el, hogy azt hiszem egy pár nappal ezelőtt a Gyuri küldött nekem egy megjelent újságcikket. És ha hiszitek, ha nem, abszolút erre a mai napra passzol, és engedjétek meg, hogy felolvassam, ez egy meglepetés számomra is, és most remélem, hogy nektek is. Képzeljétek el, hogy a Zsidó újság 1931. július 10-i számából fogok felolvasni egy cikk részletet. Ez egy nagyobb szabású újság, mindenféle zsidó élettel kapcsolatos történeteket felsorol, és nem a főoldalon, mert ez nem a főoldalra való, hanem azt hiszem, most nem néztem meg az oldalszámot, 3. vagy 4. oldalon egy kis színes házavatás. Balatonfüredről írják. Csütörtökön adta át rendeltetésének az Országos Izraelita Tanítóegyesület szép ünnepély keretében a Balatonfüredi üdülőházát. Az ünnepélyen megjelentek a helyi hatóságok és körülbelül 100 egyleti tag. Sitnác igazgató elnöki megnyitója után Ábrányi igazgató alelnök az üdülőház létesülésének történetét
és az intézmény jótevőit ismertette. Goldstein Ezra, balatonfüredi főrabbi, hitkössége nevében üdvözölte az egyesületet üdülőházának felavatása alkalmával. Azon meggyőződésének adott kifejezést, ha Balaton végtelen tükre elragadhatja a tanárok szívét, ha gyógyforrás fürdőjében megifjodik szívük, ha Balatonpart szöllőnedve, a zsoltáros király szavai szerint megörvendezteti szívüket, az életörömök nem fogják szívüket megsiketíteni, érzékeiket tompítani, hanem megifjodik szívük, megifjítja hivatás szeretetüket. Az itt nyert megújhodás a megújhodások végelláthatatlan láncolatának kezdetét jelenti. Úgyhogy ez... És hogyha figyeltek, ez 1931. július 10-e, tehát gyakorlatilag napra pontosan mostanság adták át a tanító egylet tagjainak ezt az épületet. Nem dicsekszem, hanem panaszkodom, amikor elmondom, ha jól látom, én vagyok a legrégebbi itt üdülő ember. Ahogy hallottátok, 31-ben a tanítók házaként nyílik meg az üdülő, és rá 30 évre, tehát a 61-be és 50-es évek végén Seiber Sándor lehozza a rabi képzősöket ide két napra. Ekkortól kezdve minden esztendőben itt nyaraltunk. Mégpedig azért, mert az egyetlen kóser nyaralási lehetőség vallásos zsidóknak csak Balatonfüreden volt. Ennek egy késői lecsapódása, amikor a rendszerváltás után már egyre jobb anyagi körülmények közé kerültek emberek, és vásároltak mindenféle üdülőket itt, étkezni átjártak ide, imádkozni átjártak, lakni nem, mert ők nem a 7. kerület Chicago részéből származtak, ahol a gang végén egy WC volt 10 lakosnak, hanem itt hasonló, tehát nem erre vágytak, hogy így nyaraljanak. A mezüze, ami felkerül majd az ajtó félfákra, aki nem tudja mi ez, az majd a rabiától megkérdezi, meg a széderadótól Pészakkor majd, hogy minek kell. Ez a tóra darabka, ami minden olyan helyre fel kell tenni, ahol laknak, alszanak az emberek. Tehát elvileg zsinagógára itt Kelet-Közép-Európában nem. Kivéve állítólag vannak olyan zsinagógák, ahol a rabbi olyan unalmasan beszél, hogy elalszanak a hívek, oda kell mezüzet föltenni. De az a tanácsom a vallásos turistáknak, ha elvetődnek valahol Európában, és nem látják, látják, hogy nincs mezüze a zsinagógán, ne kifogásolják, mert ténylegesen csak lakott helyeken kell, mint ez az üdülő. Az 50-es években az akkori politikai elit, nevezzük így, összekényszerítette az ortodoxiát és a neológiát. Az üdülő ettől kezdve közös lett. Ez nem azt jelentette, hogy egyszerre itt üdültek ortodox és neológok, ez ki volt zárva akkor, hanem Tisze B'Av előtt a neológok, Tisze B'Av után az ortodoxok. Tisze B'Avkor lényegében véve majdnem senki, mert nem böjtölni járnak az emberek nyaralni, úgyhogy ez ki volt zárva. De ez egy szigorú elválasztás volt, én és a családom mind a két csoportot kipróbálta, maradtunk a neológiánál a végén. Celebek jártak ide. Celebek alatt én most zsidó celebeket értek, tehát ezzel dicsekedett a hitközség, hogy ez az egyetlen kóser lehetőség, hogy itt üdüljenek, és hát innen, hogy kerülnek le a Balatonra, ez már korfüggő volt, nem is annyira lefelé, mint fölfelé. Tehát kérem szépen, ennyit erről az üdülőről, és tanúsíthatom, hogy Olti Feri tényleg itt töltötte a gyerekkorát. Szintén nem dicsekszem, panaszkodom. Tehát tanúja voltam, Oblad bácsi volt nekem az első gondnokom itten. Ő hozzá hoztam ide Éva Krcset, Lengyelországból azt a kislányt, akiről film készült A5116 és
kereste a szüleit a Nagykanizsa és környékéről, és ide kirándult a Kossuth gimnázium, és ide is elkísérték, és megnézte az üdülőt, és ez hát mint egy ugye reprezentatív látogatónak számított, filmet forgattak itt róla, és így tovább. Kérem szépen, mivel nem interaktív találkozóra kértek fel, így nem mondom, hogy van-e valakinek kérdése, mert önök alig várják már, ha nem is a mezüze feltételét, de az azt követő programot. Ezért én részemről befejeztem, és akkor fölrakjuk a mezüzet először a bejárati ajtóra. Mondtam, hogy csak ahol laknak. Na most, ha önök bárhol járnak a világon, és elmennek egy társasházba, és látja, hogy mezüze van kín, az nem azt jelenti, hogy ott zsidó emberek laknak. De azt viszont jelenti, hogy zsidó emberek járnak oda valamilyen célból, és ők akkor is megcsókolják bemenetkor, meg kimenetkor a mezüzét, ha ott ős keresztények, a pápa lakik ott, teszem föl, ad abszurdum. Tehát azért mondom, az, hogy a Kádár idők alatt nem volt divat vallásosnak lenni, én egy nagy bérházba laktam akkor a Chicago környékén, és akkor kitettük a mezüzét, kérdezték a szomszédok, mi ez? Riasztó. Hát akkor kérem szépen, köszönöm a türelmet, és akkor mehetünk a lovatkocsomra. Boruchat vadoinoj, Eloheinu melech olam, asher kitchun v'svoj svecivonu, ligvoja mezuzo. Ah!